Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban a decemberi könyves olvasmányaimat szeretném nektek összegezni. December első olvasmánya nem volt más számomra, mint Jane Tellertől a Semmi című könyv, amelyet még november végén kezdtem el olvasni, és december 2-án fejeztem be. Hát valami eszméletlen volt ez a könyv, rengetegszer szembe jött velem az elmúlt 10 pár év alatt talán, amióta nézek YouTube-ot, mert ez egy régebbi történet, amelyet már régen is nagyon-nagyon sok helyen láttam, nagyon-nagyon sokan szerették, szinte mindenki, aki olvasta, ha nem is szerette, nagyon-nagyon mélyen kiakadt, nagyon-nagyon mély érzéseket váltott ki belőle, tudom, hogy Evelyn is nagyon szerette, és nagyon sokat dicsértem már, szóval most, hogy jött belőle egy filmes adaptáció, arra gondoltam, hogy kiolvasom ezt a könyvet, mielőtt megjelenik a film. Hát sikerült a film előtt kiolvasnom, viszont mire a moziba kerültem volna, levették a filmvászonról, itt Szegeden legalábbis a Cinema City-be, szóval még várat magára, hogy megnézzem a filmet, megvárom még valamelyik streaming szolgáltatóra felteszik, na de visszatérve a könyvre. Egy modern legyek ura történet, ha jól emlékszem, Dán az írója, és Dániában először akkora port kavart a könyv, hogy betiltották, majd annyira sokan olvasták, hogy szinte már kötelezővé vált, és szinte mindenki elolvasta az országban, ugyanis gyerekek a főszereplői, és konkrétan a történet lényege annyi, hogy egy gyerek a történet elején kimegy az osztályból, mert ő kijelenti, hogy semminek sincsen értelme, és ezek a gyerekek elkezdenek dolgokat összegyűjteni, amelyeknek van értelme, szóval olyan dolgok, amikért érdemes élni, és ahogyan gyűlik ez a kupac, egyre durvábbak lesznek ezek a kis dolgok, amelyekért érdemes élni, ezek a kis okok, és hát a történet vége brutális lesz, a legvégsőkig elmegy, szóval számomra egy elképesztő, durván jó olvasmányélmény volt ez a kis rövidke történet, abszolút 5 csillag, és értem, miért szeretik ennyire nagyon-nagyon. Alig várom, hogy más könyvét is elolvassam az írónak. Karácsonyra rátérve, következő olvasmányom volt a karácsonyi könyvesbolt, amely most sajnos nincsen nálam, ugyanis már kölcsön adtam anyának, még karácsonykor hazavittem, és elfelejtettem visszahozni videózáshoz, ő meg közben elkezdte olvasni, szóval most csak egy képet tudok ide beszúrni, de hogy megvan nekem is ez a történet. Ennek a könyvnek a főszereplője egy megözvegyült fiatal nő, akinek egy könyvesboltja van, amit úgy örökölt az édesapjától, és ő szervez egy irodalmi író-olvasó találkozót, egy nagyon-nagyon híres, kortárs író, bólintott rá egy híres író férfi erre a találkozóra ebben a könyvesboltban, ami egy kicsi yorki városban van, egy kicsi kis sarki könyvesbolt úgymond, és itt találkozik először a két szereplő, akik eleinte nagyon negatívan állnak egymáshoz, majd szépen lassan kialakul köztük egyfajta szerelem, hát mi más, ez egy romantikus történet, és én mindig szeretem, amikor eleinte nincsenek jóba a főszereplők, majd megenyhülnek, és szépen lassan rájönnek, hogy amúgy őket egymásnak teremtette a jóisten is, emellett azzal van még megfűszerezve ez a történet, hogy van egy megörögzött romantikus olvasók tábora, ahol minden héten romantikus könyveket olvasnak együtt a szereplők, szóval egy könyvklub is van ebben a történetben, és nagyon sok Jane Austen-es utalás is volt például, aminek én nagyon örültem, mert nagyon tudtam ezekkel az utalásokkal azonosulni, és nagyon sok volt benne a szerethető karakter, habár egy hatalmas klisére épül az egész könyv, nekem nagyon jól esett olvasni, és nekem egyáltalán nincsen bajom a könyves klisékkel, simán tudom őket a helyükön kezelni, számomra pontosan a klisék miatt volt ennyire szerethető, ennyire komfortos könyv. Tényleg ezek a karakterek olyan karakterek, amelyekkel már rengetegszer találkoztam olvasásaim során, szóval nagyon ismerősek voltak számomra is, nekem ez rátett az élményre egy pontot. Bátran tudom nektek ezt a történetet ajánlani, főleg karácsonykor, hogyha egy könnyed romantikus regényre vágytok, amelynek egy picit azért van egy mélyebb értéke is, gondolok itt a gyász feldolgozására.
Következő könyv Rá Stefán Tibortól, az Éld át a pillanatot című történet, amely egyébként sokakban hasonlít a karácsonyi könyvesbolthoz, pontosan utána kezdtem el olvasni én is ezt a történetet. Itt is van egy író-olvasó találkozó, egy híres francia író, Bastien jön le Magyarországra, és egy kiadónál dolgozó diákmunkás lány fogja ezt az egész író-olvasó találkozót intézni, és az írót elszállítani a könyvesboltba, és itt is kialakul egy ilyen, nem vagyunk egymásnak szimpatikusak kapcsolat, amiből majd kialakul egy szerelmesek vagyunk egymásba, és egymásnak teremtett a Jóisten is minket kapcsolat, pont ahogyan a karácsonyi könyvesboltnál, viszont azért ennek a történetnek kicsit másabb a bonyodalma, és kicsit másabb ugye a végkimenetele is. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a történet, elég gyorsan ki is tudtam olvasni. A budapesti helyszínek is nagyon jók voltak, nagyon közelinek, nagyon ismerősnek éreztem magamnak ezt a történetet is. Számomra ez is egy komfortos, nagyon-nagyon jó érzésű olvasmány volt. Nagyon szerettem, teljesen ráhangolt engem az ünnepekre. Én bátran tudom nektek ajánlani ezt a könyvet is. Hát nem csalódtam Tibiben, ez a könyve is nagyszerű volt, így karácsonykor. Következő könyv nem volt más, mint Maja Lundénak a Hónővér című könyve, amelyről már sokat meséltem így előjáróban, az éves, melyik volt 2022 kedvenc könyve videómban is, ugyanis a decemberi hónapomnak ez volt a legkiemelkedőbb olvasmánya, emellett ez a könyv nyerte el a legjobb mese kategóriában a díjat 2022-ben, ugyanis ez volt az a mesekönyv, amelyet a legjobban szerettem az évben. Egy nagyon-nagyon megható történet, szemek tényleg nem maradnak szárazon, annyira nagyon-nagyon meghatódtam a könyv olvasása során, hogy nem győztem a vége felé törölgetni a könnyeimet, ugyanis egy 10 éves fiú a főszereplője, akinek előtte egy évvel karácsony előtt meghalt a lánytestvére, a nővére, és az ő gyász feldolgozása és az egész családnak a gyászának a feldolgozásáról szól lényegében ez a történet. A fiút egy barátság segíti át a gyászon, és egy barátság segítségével, egy ismeretlen lány segítségével ő érkezik el hozzá a karácsony hangulata és a karácsony ünnepe. Számomra ez a kislány, ez a karakter tipikusan egy ilyen N figura volt, én nagyon-nagyon élveztem. Csodaszépek egyébként az illusztrációk is benne, Lisa Aisató valami eszméletlen, ügyes és csodaszép hangulatos illusztrációkat tud rajzolni, szóval egy tényleg nagyon kiemelkedő olvasmányom volt az évemnek. Gyors, mutatok is néhány illusztrációt még a könyvből, hogy így lássátok, mire gondolok. Egyébként az ilyen sötét oldalak is nagyon-nagyon menők volt, amikor hirtelen világos lett, az is nagyon különleges volt, mikor úgy olvastam. Szóval egy ilyen kaliberű mesekönyvről beszélhetünk, így látjátok, mennyire nagyon-nagyon szép ő volt az N figura. Nagyon-nagyon szerettem. Szóval bátran tudom nektek Maja Lundét ajánlani. És a következő könyv nem más, mint az N karácsonya, amit szintén sikerült elolvasnom. Ezek rövidke kis novellák, amelyek először azt hittem, hogy részben az N-ből vannak kiollózva, viszont kiderült a könyvnek az előszavából, hogy egy Montgomery kutató rengeteg kiadatlan szöveget talált a Montgomery életműben, Montgomery halála után, és a karácsonyi tematikájú akat fűzte össze. Vannak olyan novellák, amik például egy-egy újságnak íródtak, vagy egy-egy pályázatnak, vagy egy-egy felkérésnek, viszont mivel ha már nagyon soknak karácsonyi a témája, és ha megjelenik egy ilyen kis karácsonyi összegyűjtés, akkor aki ezt a könyvet szerkesztette, gondolt rá, hogy akkor az N egyes fejezeteit is tök jó lenne belevágni ebbe a történetbe, és akkor így lett N karácsonya végül is a címe, de hogy, és más novellák szerintem az még innen kicsit hiányzik, de hogy ezt oda lehetett volna tenni, ugyanis nem minden szereplő Evelynből való, viszont nagyon-nagyon ismerősek ezek a karaktertípusok, meg aki olvas Montgomeryt is szereti, azt szerintem ezt a könyvet is imádná, mert nagyon hangulatosak, nagyon szeretetőek, nagyon szívhez szólóak, nagyon szívet melengetőek ezek a novellák,
teljes egészében sikerült velük ráhangolódnom az ünnepekre, egyedül azokat a novellákat nem olvastam el, amik még olyan N kötetekben lesznek, melyek még nincsenek meg nekem, és még nem olvastam el őket, azon kívül az összes novellát elolvastam, és ez egy olyan tipikus, újraolvasós könyv lesz, amit majd minden karácsonykor le fogok emelni a polcomról, szóval nagyon örülök, hogy megvan így saját példányba is nekem, még egyszer köszi Réka, hogy eladtad nekem, mert egy nagyon nagy becses kis darabja lesz az én könyves polcomnak. És az év utolsó könyve, amellyel zártam 2022-t, szintén egy mesekönyv, nem más, mint a Diótörő, amely ebben a nagyon-nagyon szép libris díszkiadásos verzióban lett meg nekem. Még nem olvastam az eredeti sztorit, szóval nagyon-nagyon érdekes volt látni. Egy icipici csalódott is voltam, mert egyébként rájöttem, hogy nekem a feldolgozások jobban tetszenek, mint az eredeti mű, de egyébként az eredeti mű is nagyon tetszett, és egyébként ettől függetlenül amúgy pozitív élmény volt, és szerettem olvasni, és elég gyorsan ki is olvastam, elég nagy betűkkel is van megírva a történet, meg hát ebben a könyvben is vannak elvétve illusztrációk, szóval egyébként nekem nagyon tetszett ez a könyv is, és egyébként egy nagyon-nagyon jó kis élmény volt így év végére. Nagyon jól esett egyébként ennyi mesekönyvet olvasni, egész évben nem olvastam ennyi mesekönyvet, és a karácsony kicsit ezekre a mesekönyvekre ráhangolt, vagy legalábbis ebbe az irányba lökött, és meg is esküszöm, hogy 2023-ban több mesekönyvet fogok olvasni, mert rájöttem, hogy nekem ezekre a könnyed történetekre azért szükségem van a nehéz hétköznapokban, és jól esik ilyen könnyed kis mesés történeteket is olvasni, szóval bátran tudom egyébként ajánlani a Diótörőt, mert ez is egyébként egy nagy klasszikus, és azt mondom, hogy egyszer az életben ezt is el kell olvasni, hogy egy képben legyünk, milyen is az eredeti mű. Egyébként még a balett verziót nem láttam, arról sajnos lecsúsztam idén, vagyis tavaly, de idén karácsonykor, ha játsza a Szegedi Színház, akkor nagyon-nagyon-nagyon szívesen megnézném ezt egyébként a balett formátumban is. Egyébként a Barbie-s feldolgozásokat vettem. Ezek lettek volna tehát 2022. decemberében elolvasott könyveim. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és tudtam sok-sok könyvet ajánlani nektek. Hamarosan érkezek a következővel, addig is mindenkinek szép napot, és jó olvasást kívánok! Sziasztok!